A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jöstét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 28-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban ellátogatunk egy fotópályázat eredményhirdetésére, megtekintjük a láthatón túli világot egy kiállításon, majd következik egy színházi előadás Edith Piaf és Marlene Dietrich barátságáról. Ezen felül ott voltunk a Zenei Nevelés Alapítvány díjátadóján, majd megismerünk egy új kötetet a végén a Vörös Marti Társaság programján. Tartsanak velünk! Ünnepélyes keretek között mutatták be a Vörös Marti Színház galériájában az idei Fehérvár épületei fotópályázat alkotásait. Az idei felhívásra csaknem 100 pályamű érkezett. A Vörösmarty Színház galériájában ünnepélyes keretek között rendezték meg a Fehérvár épületei fotópályázat ünnepélyes megnyitóját és díjátadóját. Köszöntőjében Lerner Zsolt alpolgármester örömének adott hangot, hogy az elmúlt évhez hasonlóan kiérlelt munkák érkeztek a pályázatra. Lakóhelyünk, szeretett városunk Székesfehérvár meg annyi izgalmas és karakteres épületet rejt magában. Utcáit, tereit, útjait járva igazán sokszínű, az évszázadok viharait leképező gazdag történelmi és a jelent megörökítő fotók készültek a pályázatra. Miért fontos az értékmentő pályázati felhívása? Hogy nagyon egyszerű szeretnék lenni, szerintem azért, mert erősíti a lokálpatriotizmust. És azért, mint ahogy elhangzott, mert nap mint nap a város utcáit járva, valljuk be sokszor csak magunk elé nézve, mert sietünk a célunk felé, megyünk el a pályázatban is szereplő épületek, szobrok előtt, mellett, mögött, mint egy megszokva őket, mert az olyan természetes, hogy minden nap itt vannak és látjuk őket. Pedig a megfigyelőnek milyen izgalmat jelent, mint fotósnak. A fotópályázatot az Értékmentők iGenerációért Egyesület hirdette meg áprilisban. Az egyesület vezetői megerősítették, folytatják missziójukat, és még az idei évben további kihívások várnak a fotósokra. A kiinduló pontja egyébként ennek az egész fotós történetnek a Fehérvár arcai pályázat volt, ami az első alkalom volt, és hát szerettük volna megörökíteni és az utókornak átadni, hogy milyen volt a mi időnkben Fehérvár, és ezt azt hiszem, hogy bármennyire is halad a technika, egészen biztosan a fotózás meg fog maradni, úgyhogy ez az egyik legjobb formája annak, hogy az utókornak üzenjünk. És hát amivel mi még szerettünk volna üzenni, és ezért született meg ez a második, az az, hogy azt gondolom, hogy Fehérvár belvárosa csodaszép, de Fehérvár önmagában is egy nagyon szép és élhető város, és hát arra kértük a pályázókat, hogy mutassák ezt meg az ő kis szemükön, vagy az ő objektívjükön keresztül, és így azt gondolom, hogy ez a 93-95 pályamunk, ami beérkezett, ez mutatja is, hogy azért volt erre érdeklődés, és ebből 30 képet válogattunk le, ami egyébként egy igazán nehéz feladat volt. Nekem szerencsém volt, én csak ott ültem a zsűrivel, de tényleg nagyon szép és nagyon izgalmas képek születtek, és ami még nehezebb volt, ebből kiválasztani a győzteseket. Én azt gondolom, hogy nem cseréltem volna semmi pénzért a zsűri elnökével és a tagokkal, mert tényleg nehéz volt. És hát ezúton is mi nagyon köszönjük, hogy van erre érdeklődés, és azt ígéretjük, hogy folytatjuk. Idén még tervezünk legalább 2, de jobb esetben 3 hasonló tematikus kis fotópályázatot, úgyhogy aki most lemaradt, mert hallottuk, itt volt egy fotós úr, aki lemaradt, annak jó hír, hogy lesz itt még lehetőség pályázni, és lesz itt még lehetőség megmutatni, hogy ki mit gondol, vagy hogyan látja a világot. A pályázók maximum 2 képpel nevezhettek, amelyeket a 4-tagú zsűri, Lerner Zsolt alpolgármester, Kis Diana Magdolna színművész, Molnár Artúr fotográfus és Göde Imre a Studio 75 fotostúdió tulajdonosa értékelt. Nagy örömmel fogadtuk a kiáltott képanyagot. Szakmailag mindig egy nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a kevésbé tapasztaltól egészen a tapasztalt hivatásos fotósok is küldhettek a pályázatra képeket, és ez mindig egy kényes pont számunkra, hogy ne szegjük kedvét azoknak, akiknek esetleg a képeik nem kerülnek ki a falra.
Innen is biztatom őket bátran, ugyanúgy folytassák a kis alkotó munkájukat, bármi legyen is az akavistól egészen a természetfotóig át, hogy találják meg a szépet és a jót mindenben és mindenhol. Hát itt a képeknél szakmailag, hála Istennek, nem voltak különösebb nagy viták itt a helyezéseket illetően. Hát egyöntetően és viszonylag gyorsan tudtuk értékelni a képeket, és hát azokból láthatunk itt egy 30 képből álló képanyagot, amit szeretettel mutatunk a nézőknek. A pályázatra 93 pályamű érkezett, ebből 30 került kiállításra a szakmai grémium döntése alapján, akik a legjobb alkotásnak járó elismerést Slauszki Szilárdnak ítélték. A jelképes dobogó második fokára Ambrus Tibor, míg a harmadikra a legkreatívabb fotót készítő Szentes Szabolcs állhatott. A zsűritagok által felajánlott különdíjakat Dezső Molnár Éva, Pető István, Sikentánc Julianna és Mihály Anikó vehette át. A Havas Art Salon adott otthont a Láthaton túli világ című kiállításnak, a tárlaton 5 művész mutatkozott be alkotásaival a képzőművészet barátainak. Szombaton nagy érdeklődés mellett rendezték meg a főutcai Havas Art Salon galériájában a Láthaton túli világ című kiállítást. Az est háziasszonya, a galéria tulajdonosa, művészeti menedzserként sokat tesz azért, hogy a különböző tematikára épülő tárlatokon komplex élményt nyújtson a képzőművészet és a zene barátainak. Egy olyan kiállítási anyagot készítettünk most, ami a Láthaton túli világra fókuszál és reflektál, 5 kiállító művésszel, és az alapok messzire nyúlnak vissza, mert a Havas Művészeti Ügynökség és Galéria egyébként 9 éves múlttal rendelkezik. Miskolcról indult, majd aztán Budapest lett a következő állomásunk, és immár második éve vagyunk jelen Székesfehérváron is, itt a főutca 3 szám alatt. Egy ilyen tárlat megerősítést jelent önnek, illetve az alkotóknak, nincs kétségem felőle, hogy így van. Az a helyzet, hogy egy ilyen tárlat az mindig egyrészt megerősítés, másrészt visszacsatolás, mert összművészeti estekkel kombináljuk, ami azt jelenti, hogy nem csak kiállítás megnyitónk van, hanem társművészeti ágok bevonásával, zeneművészekkel és színművészekkel dolgozunk együtt, és mind a tegnap esti programunk, mind a ma esti programunk telt házas, és ez egy megerősítés arra vonatkozólag, hogy szükség van a kultúrának erre a vetületére ebben a városban szintén. A társművészetek, illetve a képzőművészet kézen fogva jár. Ugyanakkor milyen személyes tapasztalatai vannak, hogy mennyire elterjedt mostanság a képzőművészet kiállítások, illetve azok a kulturális programok, amelyek ezzel együtt járnak? Ez egy kicsit nehéz kérdés azért, mert mi a Havas Galériával nem szoktunk hagyományos kiállítás megnyitókat csinálni, ami azt jelenti, hogy pusztán csak a kiállításokért nem rendezünk eseményeket. Az, hogy a társművészeti ágakkal szorosan és szervesen együtt dolgozunk, ez egy alaphívás. Ebből viszonylag kevés és ritka kulturális esemény sor az, ami lekövethető akár országos szinten is, úgyhogy ebből a szempontból mi kuriózumok vagyunk, és talán egyediek is. Ha csak a normál kiállításokban gondolkozunk, akkor értelemszerűen azért az Székesfehérváron is megjelenik folyamatosan, hiszen látom, nem is kell nagyon messzire mennünk itt a környező múzeumokban, ez mind előfordul. Viszont abban a formában, ahogy ezt mi tálaljuk, és mindig egy adott témára, most a láthatón túli világra fókuszálva, együtt dolgozunk színművészekkel, és megszólalnak Márai Sándor írásai, vagy megszólalnak Faludi György versei, vagy akár Hambas Béla gondolatai, vagy Szepes Mária írás, és mindehhez témában és hangulatiságban szervesen illő zeneművek szólalnak meg tegnap 2 gitáron, ma pedig egy hárfán és egy fúvolán. Ez úgy gondolom, hogy teljesen unikális, és ez, erre vonatkozóan nem tudok másik példát hozni rajtunk kívül. A tárlaton bemutatkozott Fehérváron a felvidéki alkotó Szilvia Habán is, aki műveivel korántsem véletlenül szerte Európában sikert aratt. Művészi hitvallása megerősítést nyújt a képzőművészet barátainak, miszerint a legnemesebb művészet az, ami másokat boldoggá tesz. Egy személyes tapasztalathoz is kötném ezt az egészet, mert mivel, hogy én gyermekkoromban rengeteget olvastam, és nagyon szeretem a görög mitológiát, a görög-római mitológiát, mikor egy láthatatlan világról beszélünk, nekem például ezek a történetek ugrottak be, és ezért szerettem volna a 21. századi szemmel megmutatni egy istennőt vagy istennőket,
Itt most jelenleg a fényes nappal istennőjét láthatjuk, Hemérát, és a termékenység és a növények és állatok védelmezőjét, Faunát. De ez mind az én 21. századi nő szememmel, női szemmel. Ugyancsak a tárlat kiállítói között üdvözölhettük Korbe Istvánt, aki zodiákus alkotásaival debütált a Havas Galériában, megerősítve az általa megfogalmazott alkotói szabadság alapelvét. A festő gondolkodhat képekben, ő a látvány gondolat és személyiség ötvözetének a tolmácsa. Ez az érdekes történet, amikor az embernek az eszközövén kell kifejezni azt a mondani valót, amit szeretne, illetve ami mindig probléma, illetve bonyolult, hogy technikailag hogy tudom megoldani, tehát hogy nekem az festőileg, illetve szakmailag is beleférjen abba a rendszerbe, amire azt mondom, hogy ez jó, és így szerettem volna megoldani a képet. Hívás mennyit segít abban, hogy az ön által az imént elmondottakat is egyre jobban megértsék a képzőművészet barátai? Tehát itt megint csak hangsúlyozom, hogy mindig a művész, a szubjektum, ami meghatározó. Tehát én nekem átmegy a szűrőmön, akkor én azt tudom produkálni. Most, hogyha ez a közönséggel találkozik, és a közönség szereti a képeimet, akkor ez egy szerencsés egybeesés, ha nem, akkor sajnos nem. Köszönöm. Megerősítés. No, akkor úgy csináljuk, hogy egyből. A zene és a képzőművészet találkozási pontjaira, a misztikum világának alkotássá formált képeire rácsodálkozó emberfia minden esetre egy olyan est részese lehetett, amely ezúttal nem csak formailag volt emberi és különleges. A pesti Broadway Musical Stúdió növendékei vizsgadarabjukkal örvendeztették meg a zenés színház barátait. Az Aranybulla könyvtárban az Edith és Marlene című darabbal tették le névjegyüket az Aranybulla könyvtárban. Az Aranybulla könyvtárban mutatták be a pesti Broadway Musical Stúdió vizsgaelőadása keretében Somogyi Szilárd rendezésében Pataki Éva és Mészáros Márta Edith és Marlene című darabját, amely a francia Edith Piaf és a német Marlene Dietrich sorszerű találkozásának történetét idézi meg. A növendékeink június 6-án fognak ebből a darabból vizsgázni, vizsgabizottság előtt, ez az úgynevezett színész kettő képesítést fogják megkapni. A darabot Somogyi Szilárd rendező tanár, az osztályfőnökük választotta, természetesen a vezetőség jóváhagyásával. Úgy gondoltuk, hogy a két karakter erre a három fiatalra, főleg a Piaf és a Merlin szerepére nagyon-nagyon teli találat. A hangjuk is predesztinálja őket arra, hogy ezt a darabot előadják. Nagy kihívás számukra is, hiszen itt nem csak énekelni kell, hanem színészi meg kell mutatni azt, hogy barátok voltak egyébként olyan mértékben, hogy 1952-ben Piaf első házasságánál Merlin de Drittig volt a tanú. De az, hogy ez a két fantasztikus ikon, 20. század két nagy sanzon és csodás énekese, ilyen barátságot kötött egymással, ez mutatja azt, hogy a két nő hogyan gondolkodott a világról. A két kivételes tehetség találkozása sorsszerű volt. A 20. század két zsenie szélsőségesen más habitust képviselt. Piaf az önpusztító szenvedély, míg Marlene Dietrich a végletes fegyelem és profizmus útján járt. Nekem ez az egész darab egy hatalmas áldás, és nagyon örülök, hogy ilyen darabban kezdődhet úgymond a karrierem. Még kezdő színész vagyok, és másodéves operes stúdiós diák, és ez lesz majd a vizsgadarabunk, amit most turnézni hoztunk egy pár napra, különböző helyszínekre, és én alakítom Marlene Dietrich alakját, és teljes mértékig már most lelkiekben is készülök, hogy minél jobban át tudjam az ő érzéseit adni a nézőknek. Milyen az ön Marlene Dietrichje? Az én Marlene Dietrichem szerintem megegyezik Marlene Dietrichünkkel, aki egy csodás színésznő volt, és ezek mellett hidegnek tartják, viszont ez a hidegsége mögött egy hatalmas szív van, és ezt a szívet
adom át a nézőknek. A darabból fény derült arra is, hogy Marlene hűvös eleganciája előbb ellenérzéseket, sőt féltékenységet váltott ki a Sanzon királynőjéből, később azonban életre szóló barátság született közöttük. Ez egy nagyon komplex és igazán mély karakter Edith Piafnak a személye, és számomra egy igazán nagyon hálás voltam azért, hogy én ezt a karaktert formálhatom meg, mivel az az igazság, hogy igazán önazonosnak érzem önmagamat vele, és nagyon sokat kutattam az ő személyének ehhez a darabhoz, és nagyon belemélyedtem, és számomra is ez egy igazi gyógyítás volt, hogy ezt a karaktert játszhattam el, és nekem alapból is a hivatásom, én nekem az az indítatásom, hogy gyógyítsam az embereket, és úgy érzem, hogy ez a darab egy olyan dolog, ami fölkavarja az állóvizet, ami igazságot mutat fel, és ez az én célom is az életben, és nagyon hálás vagyok ezért. És valóban volt bennem egy izgalom is, de végtelen nagy öröm, hogy kaphattam, hogy megtisztelt az élet azzal, hogy egy ilyen nagy kalibert játszhatok. Egy ízivérik 21. századi ifjú hölgy számára nyilván egy kicsit furcsa még az a világ, amit Edith Piaf magának megteremtett, ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezt átadja. Tehát amit az imént mondott, az a teljes mértékben egyetérték. Milyen volt a próba folyamat ennek tükrében? Nagyon jó volt, köszönjük szépen, és az volt, és valóban egy próba folyamat, akkor igazán gördülékeny, ha az ember belerakja mindazt az önmunkát, amit úgy önmaga által megcsinál, hogy az aztán, hogy ott a próbán valóban jól tudjon teljesíteni. Tehát így azt mondom, hogy ez így számomra pont így jól összefonódott, hogy a próbai instrukciók meg az önálló munkám, ez így, szóval igazából nagyon jónak éreztem, és mindig az a jó, hogy mindig valami újabb dolog csillant meg a próba folyamatok alatt, mindig valami új kis igazság, új kis színezet, és ez így mindig nagyon izgalmas volt ez a próba folyamat, azt mondanám. A vizsga előadás teltház előtt a két zseniális hölgy kalandos életét és halhatatlan barátságát tárja elénk számos világsláger kíséretében. Átadták a zenei nevelésért díjakat, az elismeréseket idén Zimber Ferencné, hosszú sétatéri óvodapedagógus, Csikós Árki Brigitta, Zentai úti általános iskola tanára, és Oláni Nagy Klára, a Herman László zeneművészeti szakgimnázium pedagógusa vehette át. A Szent István Művelődési Házban adták át a Zenei Nevelésért Alapítvány idei elismeréseit. A díj azoknak az aktív óvodapedagógusoknak, énekzene és hangszeres tanároknak, gyermek- és ifjúsági kórusok, zenekarok vezetőinek, közösségeknek adományozható, amelyek több éve magas színvonalú zenei nevelőmunkát végeznek, Kodály Zoltán szellemi örökségét közvetítik tanítványaiknak. Ha Mihály Gyuláné Esztinéni nem lett volna, akkor gyakorlatilag valószínűleg később lett volna Székesfehérváron énekzenei általános iskola, hiszen itt Fehérváron az elsők között alakult meg az énekzenei általános iskola Kodály Zoltán segítségével, és nyilván Esztinéninek a bábáskodása alatt. Nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy a kodályi módszereket és a kodályi eszmét maga előtt tartva a zenét megszerettesse a gyerekekkel, majd gyerekeken keresztül a szülőkkel, és ez generációról generációra tovább öröklődjön. És hát most már ugye az Esztinéni tanítványai utáni generációk plántálják el bennünk a zene szeretetét, és a közös éneklés, a kórus muzsikának a szeretetét. Rajon csak te, ha ég, itt nem nyújthatod fel, kuratórium elnöke Kneifel Imre megerősítette, Mihály Gyuláné örökségének továbbélése, a felnövekvő generációk segítéséhez elengedhetetlen szakmai alázat az alapja annak, hogy a gondoskodó pedagógiai munka eredményes lehessen. Mindannyiunk példaképe első énekzenetanára volt, annak is, akit konkrétan nem tanított, de az ő kisugárzása és az ő
tanítása, zenei nevelése, amely gyerekeken keresztül érvényesült, és a mai napig érezteti hatását itt Fehérváron, ez mindannyiunkra hatással volt. Úgyhogy amikor összegyűlünk évente egyszer erre a szép hangversenyre, ennek a meghallgatására, és átadjuk azoknak a pedagógusoknak, zenepedagógusoknak a nevelési, zenei nevelési díjat, elismerést, amely a munkájukat illeti, és amelyet nagyon megérdemelnek, akkor erre is gondolunk, és az itt felcsendülő szép zeneművek mind arra utalnak, hogy, és mind arra emlékeztetnek, hogy az a hosszú, fáradtságos, de lélekmelegítő és szeretetteljes munka, amit a zenepedagógusok végeznek, akár egy-egy gyermekkel, akár egy kórussal, egy nagyobb közösséggel, az mindenképpen embernevelő és jövőt építő gyönyörű munka a fáradtságbeli ellenére. Mihály Gyula, Eszti néni fia volt az, aki testvérével, Rózner Gyulánéval létrehozta az alapítványt, Székesfehérvár város zenei életét kiemelkedő munkájukkal gazdagító tanárok közösségek elismerésére. Ezt az alapítványt édesanyám Mihály Gyuláné, vagy ahogy mindenki is csak Fehérváron ismerte, Eszti néni emlékére hoztuk létre. A pontos neve a Székesfehérvári Zenei Nevelésért Alapítvány, hiszen édesanyám azért munkálkodott, azért tett meg mindent ebbe a városba, hogy a zenei nevelés olyan szintre kerüljön, ami a Kodály elveket is vallotta. Kodály Zoltán azt mondta egyszer, hogy kedves tanárnő, mindig ön tanítsa az elsősöket, nagyon fontos ugyanis, hogy hogyan indulnak az életbe. Az ének szeretete, az éneklés maga, az nem jelenti azt, hogy valakiből zenész lesz. De az, hogyha valaki a zenét szereti, az az élet más területén is megállja a helyét. Nagyon érdekes, hogy a zene és a matematika összekapcsolódik, tehát a zene az egyfajta nevelés is, nevelés a társasági, a közösségi létért, nevelés egyébként az agynak a fejlesztéséért is, és hát a szép érzetet mindenképpen fejleszti. Az alapítványnak a célja, hogy azokat az embereket, azokat a tanárokat emeljük ki és kutassuk fel, akik az édesanyám emlékét továbbvíve a zenei nevelésért dolgoznak, az iskolákban, a közösségekben, és szeretnénk őket ebben az évente egyszer megrendezendő koncerten jutalmazni. A Székesfehérvár zenei nevelésért díjat 2009-ben alapították. Az alapítvány által adományozott elismeréssel azoknak a szakembereknek mondanak köszönetet, akik az ifjúság zenei nevelésében kiemelkedő munkát végeznek. A zenei nevelésért díj kitüntető címet idén a kuratórium döntése alapján Zimber Ferencnél, Hosszú Sétatéri óvoda pedagógusa, Csikós Árki Brigitta, a Zentai úti általános iskola tanára, és Oláni Nagy Klára, a Herman László zeneművészeti szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola pedagógusa vehette át. Folytatódott a Vörösmarty Társaság könyvbemutató sorozata, szerdán este a versbarátok Orosz Margit Hegyek alján című kötetét ismerhették meg. Semes Bogya Eszter, a Magyar Kultúra Lovagja faszobrász dalénekes műsorával vette kezdetét az a kötetbemutató, amelyben az olvasók P. Maklár Éva moderálásával ismerhették meg Orosz Margit Németh László díjas költő Hegyek alján című kötetét. Nagyon gazdag a kötet, nagyon sok témát ölel át, a hazaszeretettől, a család, a táj, a hit, a költészet, minden fontos ebben a kötetben, és mégis valami összetartja a különálló témákat. A csönd, de ez a csönd kiváltja a lélekből és a szívből a szeretetet, és ez a szeretet bármilyen témáról ír Margó, ez a szeretet végigvonul a könyve egészén. És én szerintem egy élmény lesz az itt levőknek ezeket a verseket meghallgatni, hiszen ő nem csak írja ezeket a verseket, hanem nagyon szépen elő is adja, és remélem, hogy
mindenki jól fogja érezni magát akkor ezen a délutánon. Az idei évben megjelent verses kötetben Orosz Margit vall lakóhelye hazája iránti hűségéről, erkölcsről, szeretetről és a család erejéről. Írásai titkokat rejtenek, de kiolvasható belőlük a nemzet, anyanyelvünk sorsán, a hektikus világunk ellentmondásainak gódó ember, az anya, a pedagógus, a társ vallomásai, és az idők szavát is megérthetjük, ha a sorok között olvasunk. Már a cím szerintem beszédes, az alliteráció Hegyek hajlatán, ezt a címet illesztettem eléje, mert ott élek a hegyek hajlatán, ez az én életterem, és az ott tapasztalt érzések, gondolatok, nyilván a saját szűrőmön megszűrve megjelennek a kötetben, különösképpen a sors versekben. Beszéljünk a versekről, hiszen nagyon sokféle témát érint, amelyek ugye alapvetés ebben a felgyorsult világban is. Igen, tényleg 9 ciklus van a foglal magában ez a kötet, és valóban nagyon-nagyon sokféle a témájuk. Tehát a sorsversek mellett ugyanúgy a természet szépsége, mert én ugye a Bánvölgyéből, a Bükkapujából érkeztem, és ez egy csodálatos vidék, csodálatos táj, és természetes, hogy megérint ez a táj, és megjelenik a verseimben, de azért azt tudni kell, hogy mindig valami többlettartalmat hordoznak ezek a tájversek is. Nem az én hátterem, hanem úgy szoktam mondani, hogy az életterem tulajdonképpen ez a vidék, ahol 42 évet tanítottam, és azóta is ott élek. Mindemellett a szeretet, a szerelem nyelvén is szólnak a versek, a Csöndelbélelt nap ciklus versei zenélnek erről nekünk, a hit kérdéséről, a nehézségeinkről, a tulajdonképpeni világunknak a borzalmairól azt kell, hogy mondjam, tehát a háború, a vírus, a befelé fordulás, ami sajnos jellemző korunkra, itt megjelenik ezekben a versekben szintén. És ugye a végén van egy vers, egy sort idéznék belőle, amikor azt mondom, hogy és elgondolkodunk, és kikap feloldozást ezek alól a borzalmak alól. Tehát egy kicsit tovább gondolja mindenki szerintem, aki elolvassa akár ezt a fejezetet, akár magát ezt a verset, aminek a címe is ez, hogy feloldozás. A Miskolcon született költő, akit a Bánvölgye poétájának is neveznek, arszpoétikája bizonyosan elkíséri az olvasót. Nem az a fontos, hogy széles országúton poroszkálva járjunk, fontosabb az, hogy magunk után egy-két lábnyomot hagyjunk. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.